A Petőfi Irodalmi Múzeum és az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a helyszínen, és Önöket is, akik élőben követik interneten a pin.hu oldalon a beszélgetésünket. Különösen nagy szeretettel köszöntöm mai beszélgető társainkat, György Pétert és Szabó B. Andrást. Mai beszélgetésünk egy meglehetősen nehéz kérdést fog körbejárni, mint ahogy olvasták is. A beszélgetés első fele egy kötött részből fog állni, tehát itt hárman beszélünk, és a beszélgetés második felénél pedig ki fogjuk nyitni az asztalt, és hozzászólásokra, kérdések feltevésére lehetőség lesz, tehát így készüljenek kérem a beszélgetésre. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Az első kérdésem az lenne, hogy az emlékezés lehetőségei volt a beszélgetésünk főcíme, disputa az emlékezet kultúráról a holokauszt emlékév kapcsán. Első kérdésem az lenne, hogy hogy lehet értelmezni azt, hogy emlékezet kultúra? Hogyan emlékezünk, illetve van-e emlékezet, annak kialakítható-e kultúrája, és hogyha igen, akkor abban hol tartunk? Nyitott. Emlékezet kultúráról szerintem lehet beszélni. A holokauszttal kapcsolatban talán kell is beszélni, és ez a 70-es évszám, ez azért nagyon érdekes, mert ugye ez egy olyan időszak, amikor azok, akik átélték, ők egy olyan, ők ugye most, hát most már úgy az életük végéhez közelednek, és gyakorlatilag utolsó olyan pillanat van, amikor még tényleg egy élő emlékezet kultúráról, vagy egy élő emlékezetről beszélhetünk. Tehát ez ennek az évnek szerintem az évszámnál konkrétan, meg az évfordulónál egy fontosabb szempontja, hogy konkrétan azokat az emlékeket, azokat az emlékezeteket, amik még élő emlékezetek, valamiképpen összegyűjteni, megőrizni, egyáltalán a találkozást még, amíg meg lehet élni, megélni. Szerintem ez talán egy szempont, ami az emlékezet az idei évhez kapcsolódóan, vagy ehhez az évekhez kapcsolódóan egy fontos lehetősége. Ezzel teljesen egyetértek, pusztán technikai okoknál fogva valóban. De azért köszönöm szépen, soha nem értettem világosan, hogy kerültünk ebbe az emlékévbe. Mert tényleg nem akarok politikáról beszélni, de kicsit olyan ez nekem, mint a lehet, hogy nagyon mondén és elnézést kérek érte, mint a muzil tulajdonságnököli emberében a nagy párhuzam akció, ami ugye a császárság megünneplésével foglalkozik, és ez a lényeg, hogy olyan eszmét kell találni, ami mindenkinek jó, és senkit nem idegesít föl, de nem szól semmiről. Tehát ezeket a kötelező jellegű emlék, tehát az emlék év már önmagában jövő eléggé nyomaszt, őszintén megmondom. Technikailag egyetértek azzal, hogy van benne egy utolsó pillanat, de azt gondolom, hogy így kicsit belemenjek a közepébe, hogy a Tatár György nevű kiváló filozófus egy pár hete a Hetek című újságban adott egy interjút, és abban mondott egy mondatot, ami engem nagyon foglalkoztat, mert tulajdonképpen ő azt mondja, hogy azok az emberek, akik nincsenek megrendülve, azokkal nem érdemes foglalkozni. Tehát, hogyha valaki nincsen megrendülve, akkor nincsen. Tehát azt a mnemotechnikát, hogy egy ilyen gépezetet, ami alkalmassá tesz egy társadalmat arra, hogy majd megrendüljön, ez egy nagyon bonyolult és kockázatos vállalkozás. És nem, ha a legjobban menne, amint nem a legjobban megy, akkor is nagyon sok fenntartásom lenne. Egyetlen kérdés az, hogy van-e a mi társadalmunknak, vagy egyetlen a mi kultúránknak egy olyan lehetősége, hogy ilyen kollektív méretekben működhessen egy ilyen dolog. Tehát, hogy korábban azért voltak olyan összekötő elemek egy társadalomban, amik mondjuk ilyesmit esetleg lehetővé tettek. Most nyilván, hogy a naptárba fordítottak egyet, biztos sokan örültek volna, ha nem ez az év jön, tehát hogy nem ez az évszám lenne, ugye nem kéne ezt most, de hát most van, tehát ezzel ilyen értelme nem lehet mit csinálni,
de hogy ilyen picibe esetleg, vagy kisebbe lehet-e ilyen kis katarzis élményeket, vagy valami kis megmozgatásokat tenni? Az olyan fontos, amit mondasz, hogy egyszerűen ez egy mnemotechnikai kényszer volt, hogy ez mégiscsak egy kerek év, tehát akkor már lehetett volna már 2 évvel ezelőtt is csinálni, már akkor is nagyon kevés ember élt még, 2 év múlva is meg egy páran fognak élni, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen tényleg a kerek számok iránti misztika, de tulajdonképpen az a kérdés, ez az egész, ami kicsit segít el is kerülni, hogy egy társadalom mitől kíván megismerkedni saját magával. És a magyar társadalom az döntően és alapvetően hosszú évtizedek óta nem társadalom, hanem egy állam által, különféle állami elnyomások által működtetett gépezetben a Petri, hogy egy értelmiségi, egy kétes állam tudományosan felszereltett tortában azt hiszi, hogy ő hőmérőben a higany. Szóval, hogy ez egy állam által elfoglalt ország, ezt nem akarok belemenni, hosszú évtizedek óta el van foglalva az állam által. És a társadalom nem vette vissza magának azt a teret, amit te mondasz, ahol a mezó és a mikroszintek azok elkezdhetnének működni. Tehát az emlékezet az egyszerűen munka, az semmi egyéb. Talán a holokausztal kapcsolatban azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen azt élt át az egész kor, hogy az állam fordult ellene. Tehát, hogy egyszer csak ez az állam, ami egyébként uralja hosszú idő óta a magyar társadalmat, egyszer csak elkezd működni, mint egy ilyen fogaskerékrendszer, és egyszer csak ez az állam tényleg mechanikus módon bedarálja gyakorlatilag a lakosságának egy hatalmas nagy részét. És nyilván ilyen szempontból az államnak, bármilyen államnak nehéz emlékeznie, mert nem sok dicsősége van ebbe az elmúlt pár. Hát igen, meg azt én mélyen, tehát idegen nekem, de empátiával elfogadom, hogy a mindenkori államnak mindenkori érdekei vannak, amelyek aktuális érdekek és rövid távúak, és annak megfelelően kegyeskednek, vagy nem kegyeskednek, vagy akarnak, vagy nem akarnak, vagy... Tehát nem szívesen verném én rá ezt az egészet a jelenlegi kormánypártra, mert értelmetlenül tartanám, mert előttem sok-sok egyéb kormány volt, amelyik szintén nem nagyon érdeklődött ez iránt a dolog iránt. De tulajdonképpen mindig is arról volt szó, hogy az állam túlhatalma. Tehát az reprezentálta a magyar emlékezet politikát mondjuk az elmúlt... Bonyolultabb, hogy a Kádár rendszer amnézia volt, ez bonyolultabb ennél, ezt szeretjük mondani, bizonyos szempontból amnézia volt. Tehát nagyon sok lyukat kellett benne, de hát ez, hogyha egyszer nem beszélhetett a rendszer a saját genezisséről, nevezetesen 56-ról, akkor nem nagyon beszélhetett másról se. Tehát leginkább ebben, ahogy a François Hartog mondja, ebben a prezentizmusban élte az életét. És hogy most meg valóban... Tehát tulajdonképpen amire elkezdődött volna az, hogy a társadalom, tehát ez egy nagyon bonyolult, hogy mitől lesznek egy társadalom, a mikroközösségek érdekeltek abban, hogy a múlttal foglalkozzanak, mert a kényszernek semmi értelme nincs. Szerintem az a kérdés. És arra nincs egyértelmű válasz. Hát minden esetre mondjuk a állami részről az, hogy erre pályázatok lettek kiírva, ugye ez elindíthat egyfajta folyamatot, vagy elindíthatott. Most nem abban akarok belemenni, hogy a pályázatokkal ki, hogy és milyen felfogás szerint él, vagy nem él, vagy alkotja át. Minden esetre arra, hogy az lehet egy gondolkodást elindító folyamat, hisz akár civil kezdeményezéseknél kellőképpen meghatározó. De hogyha pályázatoknál tartunk, akkor nagyon érdekes adat, ami pont ezekből a pályázatokból kiderült, hogy evangélikus egyház részéről összesen 4 pályázat érkezett be erre a feldolgozási kérdésre, miközben azért az egyházunkon belül a feldolgozás nem záródott le annyira, vagy ezek szerint nem annyira érdekelt, és ebből a 4 pályázatból is 2 külföldi evangélikus egyházhoz tartozik, vagyis hát nem szoros Magyarországon területén belül. Hogy áll az evangélikus egyház azzal, vagy kell-e valahogy állnia, hogy
egy ilyen emlékévnél tartunk, illetve a saját oldalának a feldolgozásával. Az evangélikus egyház egy elég speciális helyzetben van, de másrészt azért a magyar társadalomnak a része. Tehát amiket mondjuk elmondtunk általában a magyar társadalomról, az nyilván itt is igaz, csak egy kicsit más összefüggésbe. Mondjuk én ezekkel a pályázatokkal olyan szempontból óvatos lennék, hogy ha már pályázatnak kell valami hatást kiváltania, vagy már pályázatnak kell mondjuk egy ilyen alkotó folyamatot, vagy egy teremtő folyamatot megindítania, az talán manapság még rosszabb is, mert rengeteg pályázat van, folyamatosan az ember pályázatból pályázatba megy, tehát valami, akkor már valami elveszett. Tehát én annak jobban örülnék, hogyha olyan események történnének, például egy egyházban is, amik annyira megdöbbentenek embereket, hogy ez kivált valamit. Tehát, hogy egy ilyen belülről jövő önkéntes dolog, és nem egy mondjuk egy kívülről jövő lehetőség, hogy most éppen ezt lehet csinálni, azt nem lehet csinálni. És erre azért vannak pozitív példák is az evangélikus egyházban, meg vannak, hát van egy ilyen általános téma elkerülés is, az biztos, hogy az is megvan. És valószínűleg a többség ezt inkább, mint kényelmetlen téma, mint egyébként a társadalom egésze, inkább úgy odébb tolja. De egyfajta szembenézés a múlttal, erre azért vannak példák, illetve az evangélikus egyháznak a kisebbségi összetétele, tehát az, hogy ugye nagyon sok szlovák, német gyökerű ember van, nagyon azért bizonylag nagy számban vannak olyan, akik valahogyan zsidó háttérből érkeztek az evangélikus egyházba, tehát ahol már eleve egy kisebbség és ezeknek a kisebbségeknek az együtt, talán az egy picit esélyt ad arra, hogy fogékonyabb legyen mondjuk bármilyen kisebbséget ért sérelemre, vagy bármilyen kisebbségnek a rossz helyzetére. Én átnéztem pár évre visszamenőleg az ilyen fajta nyilatkozatokat egyházi részről, és azzal találkoztam, hogy igencsak túlnyomó részt van pár név, aki előkerül. Tehát mint nem végeztem hasonló felmérést más felekezeteknél, de gyanítom, hogy némileg hasonló eredményhez jutnánk, hogy a pár éve felé átadott Sztélo szobor kapcsán Sztélo Gábor neve kiemelkedik, Ordas Lajos, aki ugye nevet váltott a német megszállás időpontján Wolfról Ordasra, Keken András, aki zsidókat bújtatott, vagy Koren Emil, aki szintén kitüntetést is kapott a Yad Vashemtől, és itt megállunk. Tehát megállunk a pozitív felhozatalnál, és azt mondjuk, hogy bár volt esetlegesen más is, hogyha mondunk ilyet ezekben a nyilatkozatokban, de ez nagyon csak jelzés szintű. Tehát mennyire lehetséges az, hogy egyházi szinten megfogalmazódik egy őszinte kérdés, ami mondjuk mind a két oldalt magába hozza. Gondolok itt arra, ami néha azért csak elhangzódik, hogy akár a zsidó törvények vonatkozásában az első és második zsidó törvény megszavazása, ugye felsőházi tagként az evangélikus egyház is ugyanúgy, mint a katolikus vagy református egyház, más-más indítatásból, mint ahogy ez már kiderült, de igennel megszavazta. Tehát, hogy ez a kép így lenne valahol teljes, és hogyha ebből indulna ki mondjuk egy feldolgozás, én azt gondolom, hogy mind nagyobb állami szinten, mind egyházi szinten is hasonlóan egy sokkal pozitívabb eredményhez vezethetne. Lehet, hogy az egyházi szinten, tehát az egyház lényegére ezt kéne visszatérni, tehát arra a specialitásra, ami mondjuk az egyháznak a lényeg, és innen kéne elindulni a feldolgozásnak, a szembesülésnek, mégpedig valamilyen teológiai szinten. Tehát ha itt föltámad az érdeklődés, vagy itt van valami olyan alapvető, ami ezzel az egész témával, a másik ember egyáltalán szenvedésével és a tömeges szenvedéssel kapcsolatban megmozdít valamit, szerintem akkor van értelme egy egyháznak reagálnia. Ha csak ilyen, tud még néhány ilyen nyilatkozatot, vagy még néhány ilyen amúgy is bárhol megtehető dolgot csinálni, akkor nem sok értelme. Tehát ha egy ilyen fajta teológiai kíváncsiság megszületik, vagy egy ilyen fajta teológiai felháborodás, ami az igazságról szól, ami az ártatlan áldozatokról szól, ez egyébként felekezettől függetlenül igaz, akkor van igazából egy egyháznak szerintem értelme, vagy ezt tudja hozzátenni mondjuk a társadalom egészéhez. Itt gondolhatunk akár Johann Baptist Metzre, aki ugye a szenvedés teológiát katolikus részről elindította,
vagy hát egy elég markánsan a holokauszt kapcsán is fogalmazott. Tehát mennyire van ennek valós oldala? A német egyházak, a német társadalom nyilván egy sokkal, még egy sokkal komolyabb szinten kell, hogy szembenézzen. Tehát ott a német egyházaknak ott volt egy egyházi harc például, amihez fogható nálunk ugye nem volt. Nem is voltak olyan tiszták a fölállások, de ott volt egy ilyen egyházi harc, ahol lehet mondjuk tényleg teológiai érveket egymással szembe állítva látni, és egyfajta szembenézés is volt, és szerintem a Metzi meg a Zöllei gondolkodás az alapvetően ebből indul ki, hogy az ártatlan embernek a szenvedése meg tud-e szólalni egyáltalán mondjuk a mai világban. Mondjuk az nyilván egy nyugat-európai, a Metz, ugye, amit kritizál, az a nyugat-európai felejtés, tehát nem ezt a mi közép-európai felejtésünket, hanem a jelenre koncentráló és csak a jelennel törődő nyugat-európai életmódot egyáltalán, ahol többen a szenvedésnek se a múltbelinek, se a jelenbelinek nincsen helye, ahol megnyilatkozhatna. És azt mondja, hogy teológiailag erre kell egy lehetőséget adni, hogy ez a szenvedés megszólalhasson, és a némák kiáltása az valahogyan artikulálódhasson. Ez tulajdonképpen a teológiának a feladata Metz szerint. És azt, hogy a társadalomnak, vagy egyetlen a kultúrának kivesztek olyan területé, ahol egy ilyen esetleg a válasz megszülethetne, ezt Habermas-szal folytatott vitájukba fogalmazza meg, és azt pont Habermas mondja, hogy a feltámadásnak, meg egyáltalán bűnbocsánatnak a helye hiányzik a kultúrából. Tehát, hogy ugye nem tudunk úgy emlékezni erre a szenvedésre, hogy igazából nem tudunk megoldást mondani, vagy nem tudunk egyfajta nagyobb grémiumot mondani, ahova föllebbezni lehet tulajdonképpen, vagy ahova ez a szenvedés, ez a kiáltás megfogalmazódhat. És ezért ilyen fájó az, hogy benne vagyunk ebbe az állapotban, mondja ezt Habermas. És Metz pedig ugye ez egy köztük egy ilyen hosszabb termékeny, ez a termékeny vita tulajdonképpen, tehát ahol ők különböző álláspontokat fogalmaznak, de nagyon mind a ketten előrébb lépnek általa, és Metz ragaszkodik ehhez, hogy ennek a hangnak meg kell tudnia szólni, és éppen ez a teológia feladata, hogy ez a memoria passionis, tehát hogy a szenvedésnek az emlékezete meg tudjon szólalni abba a társadalomba. Szerintem egy ilyen hangot, és ez jelen idejű hang is, tehát nem csak a múltra vonatkozó, hanem ma is minden szenvedéssel kapcsolatban, ha megszólal, akkor körülbelül ott vagyunk, ahol lenni kell. A társadalom mennyire tudja úgymond újraépíteni magát szerinted etikailag? Szabad erre valamit? Igen. Ez egy nagyon ismert és nagyon fontos vita a Habermas-Metz is. Hogy ez egy nagyon ismert vita, amit hivatkozol, de hogy tulajdonképpen a kérdés az, hogy a szenvedésből születik-e katarzis, hogy nyersen fejezem ki magam. Hogyha igen, akkor az egy olyan teológia, amelyiknek van társadalmi szerepe, hogy kiméletlenül durván fejezem ki magam. Mert egyébként tisztán vagyok, hogy a teológiának semmilyen társadalmi szerepre nem kell tekintettel lennie, szóval azt még azért tudom. De hogy mégiscsak ez egy fontos pont. És ennek ugye a gyakorlati része, amit te kérdezel, Ádám, annak, ezt érted, hogy miért mondom, mert hogy ez a... De egyébként szerintem az egész vitának állandóan ezt ismétlik. Állandóan ebben járnak. Tehát, hogy van-e, akihez fordulhatunk? De nem, de csak saját magunkhoz fordulhatunk. Tehát valójában a Habermas itt merevebb egyébként, mint a Metz. Mert hogy oké, én csináltam, és én vagyok érte a felelős. Tehát én ember vagyok, és én csináltam, mondjam? Nem. És a másik része meg, hogy én azt gondolom erről, hogy Magyarországon egy egyszerűen nyersen szóval egy rossz körben járunk már nem tudom hány éve. Az történik, hogy különféle emberek elszólják magukat, kiderül, hogy tapintatlan, sötét, bunkók és hülyeségeket beszélnek, és akkor visszavonulásra kényszeríti őket, vagy nem valaki, és akkor ennek a mértéke az egyre tompul, és akkor 10 évvel ezért már azt mondták, hogy menj haza, most már semmilyen nem mondják, hogy menj haza. Tehát most már mindent lehet mondani mindenhol, és akkor ez tényleg olyan, mint egy ilyen végtelen történet. És ez azért van, mert mindenki, aki úgy mond a holokausztról nem beszél elég tapintatosan, de mert az egész egy szégyenkultúra lett.
Tehát valójában azok az emberek, akik mindig, amikor erről beszélünk, az valakinek a megszégyenítés. Hát nem érthetően mondom, tehát minden egyes ilyen diskurzus, gondolják meg, abban a katarzisnak a minimuma sincsen, mert én nem látom, hogy Szakály Sándornak milyen esélye lenne arra, nem értek egyet azzal, amit mondott, ne legyen félreértés, egy tized másodpercig sem, csak nem látom, hogy mit mondhatna. Tehát ő megpróbált formálisan egyszer valami elmondhatatlan, hülye módon, azt mondta, elnézést kér, de hát ez tényleg, ez egy vicc, ugye? De hát nincs mit mondani ezen kívül, mert amit mondott, az nem véletlen volt, hanem nagyon is pontosan tudta, hogy mit mond. Arra nem lehet azt mondani, hogy hát bocs, hát ha úgy van, akkor is, hogy egy kicsit kutassuk meg, azt nem lehet mondani, hogy egy miniszter azt mondja, hogy üljenek le a történészek és beszéljék meg, hogy mi történt, mert ez egy téboly. Szóval azt tényleg nem gondolhatja, nagyon tisztem a Balogh Zoltán, de azt nem mondhatja komolyan, megbeszéljük, hogy 44-ben ki volt a jó fiú. Hanem csak az segít, én szerintem, hogyha ezt ebből el lehetne mozdítani. És annak van egy része az valóban, ami a mikroközösségekben zajlik, ami láthatatlan. Abban a percben, hogyha bekerül ebbe a kommunikációba, ami zajlik, akkor... És a másik része, hogy én azt gondolom, és azt is mondom elég hosszú ideig, elmondom konkrétan, hogy az egyetemen most például egy kollégám azt mondta, hogy itt az idő, hogy csináljunk egy Holocaust Studies tanszéket. És mondtam, hogy itt az idő, csak Genocide Studies tanszéknek fogjuk hívni, nem Holocaust Studiesnak. Genocidiumok tanszékének. Mert hogy azért ez egy különbség, és hogy én nem nagyon látom kívánatosnak, hogy a genocidiumok sorából. Mert hogy akkor az világos, de akkor mégiscsak az egy széles alap. És hogy azt gondolom, hogy az örményektől a nigér, a világ, mert minden ember szenvedése az. És hogy az egy lehetőség arra, hogy akkor talán olyan párbeszédre kezdődjenek el, ahol a másik megszégyenítése helyett a másik megértése kerül elő. De az ehhez szükséges hermeneutikai könyörület, hogy nyersen fejezem ki magam, azt nem látom egyszerűen működni ebben az országban. Tized millimétert nem láttam. Nem a narcizmus üldözötteinek a szövetségéből jöttem, tehát nem nagyon szeretnék a magam életéről beszélni, de azért azt meg kell mondani, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben tehát megtanultam én is másképp beszélni. Tehát úgy értem, voltam én sokkal kegyetlenebb ebben. Tehát úgy értem, részem van abban, hogy világosan fejezem ki magam, annak a szégyen kultúrának a felépítésében, amelyben úgy gondoltam, hogy tisztem dolgom és jogom embereknek a jól megmondani azt, hogy micsoda szörnyű, rettenetes bunkók voltak. Jelentem, szörnyű, rettenetes bunkók voltak szerintem, de talán mégis beszélhettem volna másképp. És ez ugye nem egyéni jó indulatomnak a kérdése, hanem ez egy társadalomnak a kérdése, hogy hogyan vagy képes ezt a dolgot, és én nem látom, hogy hogyan tud megmozdítani. Tehát tök konkrétan azt gondolom, hogy mondjuk egy egyetem, mint a bölcsészkar, amelyik jól tudják pontosan, miért nagyon nehéz helyzetben van, számtalan válság után, köszönjük szépen, jól vagyunk, annak nem mindegy, ez, hogy csinál a genocidium izét. Nem lehet 20 éve gyereket megszégyeníteni, ha ostobák. Tehát én nem tudok, én elvből ellenzem azt, hogy egy 20 éves diákomnak akármilyen hülyeséget mond, én nem tudok vele vitatkozni, hanem türelmesen mosolygok. De hogy az egy kérdés, hogy csinálsz egy olyan konszenzust, hogy messze, mást kell belerakni a fejükbe. Tehát tulajdonképpen az a kérdés, és azt gondolom, hogy ez 20 év, azt akarom mondani. Tehát ez nincs varázslan. Tehát vagy az történik, hogy a magyar iskolák azok elkezdenek, és az megint nem lesz gyors. Tehát az nem olyan, hogy egy napról a másikra fogod magad itt, és akkor az összes tanár majd happy face lesz. Ez a folyamat speciál a német iskola rendszerben eltartott 1960-tól eltartott, inkább 80-ig. Mm. És hát látják, egy perc alatt kiborul mindig. Tehát most amikor ez a Gullit nevű Pali előkerült, az ő 2000 érdekes képével, tudják, ez az idős bácsi, aki tartott magánál 2000 képet a lakásában, és tulajdonképpen mindez, szóval nem, egy butaság miatt bukott le, mert nem tudom milyen határon éppen átment, és volt nála nem tudom hány ezer eurót lehet vinni a EU-ban. Hányat lehet vinni? Nem tudom. Hány ezer eurót? 90-et vagy? Nem tudom, szóval pont annyi volt nála, és akkor a tüchtig német határőrök ezt úgy nem... Tehát mégiscsak érdekes volt nekik, hogy miért utazik egy bácsik a 90 ezer vagy nem tudom hány ezer euróval a zsebében. És akkor fölmentek a lakásába, és ott érdekes módon találtak mondjuk
3000 képet, akkor átmentek a másik lakásába, az Augsburgba, ott még találtak a másik 500-at is. Kérdezték, hogy mégis honnan van ez, és akkor mondta, hogy az ővé. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű választ adott, de kiderült, hogy nem az ővé, hanem hát ugye zsidó emberek. És akkor ennek kapcsán nem műattör, előkerültek a német múzeumok levelei a 60-as, 70-es évekből. Első osztályú, nagyszerű német művészettörténészek levelei, tényleg azt kell mondani, arcpirító gyalázat és szégyen szövegekkel. Hogy most már tényleg mi a francia, most már tényleg vissza kell adni ezeknek a képeket, most már tényleg ne hülyéskedjetek. Szóval ugye innen eljutni oda, tehát a restitúció az például egy nagyon jó példája volt annak, hogy milyen iszonyatosan nehéz megváltoztatni habituális beállítódásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a történet most kezdődik Magyarországon, és nem mindegy, hogy meddig tart. De senki nem gondolhatja úgy, mint a nagy párhuzam akcióban, hogy év végére felállítunk egy csomó emlékművet, és szeretni fogjuk egymást. Szóval ezt én nem láttam ennek az esélye. Bárcsak így lenne, az az Alice csoda országban. Annak az esélye azért megnőtt, hogy az emlékezettel egy kicsit többet foglalkozunk, bár sajnos ténylegesen a politikának egy elég erőteljes nyomata érződik ezen az egészen. Én minden esetre azért pár olyan kezdeményezésről örömmel tudtam, vagy kísérem, ami például a Csillagos Házak kezdeményezés, ezt nem tudom, hogy hányan ismerik a jelenlévők közül. A budapesti Csillagos Házaknak, szóval van egy ilyen felmérése, és egy közös emlékezetet, vagy emléknapot, vagy napokat kívánnak ennek kapcsán majd szervezni, illetve egy Google térkép segítségével meg lehet nézni, hogy mik azok a csillagos házak, vagy hol találhatók, kinek a lakóhelyéhez akármilyen közel. Illetve a másik egy olyan közösségi oldalon, a Facebookon elérhető kezdeményezés, ami én számomra talán ebben az egész emlékév folyamban a legmegdöbbentőbb, bármennyire is egy nem személyes, hanem egy ilyen internetes oldalon van, a Holokauszt és a családom címmel, ahol olyan történeteket, beszámolókat lehet olvasni, ami tényleg emlékezetnek mondható. Viszont igazság szerint majdnem, hogy itt meg is tudnék állni abból a szintből, hogy mi az, ami egy nagyobb társadalmi rétegnek szóló és elérhető valós emlékezetfeldolgozást magában hordó esemény vagy akció, amiről én tudok. Van egy vagy régebbi kezdeményezés, és most nehéz ez mindig, ez az egy évhez ne kössünk szerintem mindig, mert tényleg ez egy folyamatában érdemes nézni. Én most arra utalok, hogy ami idén indult, uh-huh. vagy ami az idei emlékév kapcsán létrejövő, vagy ebből a gondolatból, tehát nem támogatás, vagy egyéb ilyesmi, hanem uh-huh. maga a gondolat, uh-huh. mint hogyha... Mert egy pár éve volt például az Ariadne kezdeményezés, ahol ugye tehát olyanokat, akik mentettek, és olyanokat, akik megmentettek, párba hívtak meg iskolákba beszámolni. Igen, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas kísérlet, és megint csak az, hogy egy személyes találkozás. Én egy pesti külvárosi részen vagyok, ahol hát nem minden gyerek nagyon bonyolult, szóval olyan egyszerűbben közelítik meg az életet, és őnekik is volt egy ilyen holokauszt kiállításon, ahol amikor ezt a vagonos kiállítást csinálták egy helyen, ahol mondták nekem, hogy ez a vagon, ez teljesen hülyeség volt, mert nem tudom, így nem jó, úgy nem jó, de amikor jött valaki és elmesélte, hogy mi történt a vagonban meg egyáltalán, abban a pillanatban ennek egész más súlya lett. Tehát, hogy szerintem ezek azok annyi lenne talán a feladat, hogy ezeket a találkozási pontokat valahogyan létrehozni. Tehát, hogy lehessen beszélgetni, vagy lehessen ezeket a történeteket személy szerinti történetként hallani. És ott már nem lehet egy csomó szerepet fölvenni, amit amúgy az ember automatikusan fölvenne. Én csak azt akarom közbe szúrni, hogy a Bencés kiadó ezt ki is adta Különbéke címmel, mármint ebből egy ilyen válogatás, 200-300 oldalas válogatás kötet jelent meg arcképekkel együtt, egész megrendítő, csak hogy aki esetleg ezt akarja olvasni, az onnan tud. Tehát a kérdésem továbbra is az,
hogy milyen ilyen nagyobb szabású... Nagyobb szabású, de kisebb. De igen, tehát pont ennek a küszöbén járunk, azt hiszem, hogy valahol ott fogalmazódnak meg a valós tartalmak, és hogy ezeket összetudjuk egy kicsit szedni. Tulajdonképpen azért az igazság, hogy azért ennek van egy része, ami tanulható. Tehát nem akarok ellent mondani, azt gondolom, hogy ez hosszú évekig tart, de lehet technikákat alkalmazni, amiket egy folyamatot beindítanak, vagy sokat. Most mi ennek pont az ellenkezője felé megyünk, ez a nagy állami koncentrált, most tök mindegy, nem akarok belemenni az szabadságtérítő, tehát nem akarok belemenni az összes ilyen őrületes konfrontációban, hogy a szabadságtérre mi lesz, vagy mi nem lesz, hogy hogy néz ki a Kossuth tér, vagy hogy nem néz ki. De tulajdonképpen az egész, erre mondtam azért, hogy ez egy állam által kisajátított dolog. Ugye a magyar iskolák ebben a szempontból nagyon, tehát ez az újraállamosítása, én azt speciál a társadalom ellenes intézkedések legeminensebbikének tartom. Vagy majdnem a legsúlyosabbikának az iskolai autonómia létének is a kétségbe vonását. Ez nem is tudom, hogy egyház iskolák lesz, hogy na minden. De hogy tulajdonképpen a kérdés az, hogy szóval nagyon egyetértek, hogy a pályázat egy nagyon idétlen dolog, hogy lehet-e olyan technikákat alkalmazni, amivel nem akarsz, csak az a lényeg, hogy ebből nem jön politikai tőke. Mert nem azt generálod, hogy nagy változásoknak a látszatát keltsed föl, hanem hogy nagyon pici pénzeket és nagyon pici dolgokat akarsz nagyon sok helyen egyszer. Vagy inkább hagyod, vagy csak egy picit odaszólsz. Mondjuk annak, hogy minden évben egyszer van Magyarországon egy holokauszt díj, annak tényleg semmi értelme nincsen. Azt gondolom, nem tudom, a jelenlévő közben egy páran, én idős ember vagyok, láttam a Felszabadulás 1, 2, 3, 4, 5 című szovjet filmet a Bartók moziban, és higgyék el, az életem legboldogabb napjait okozta. Két egymás utáni napon nem voltunk iskolában, és a második napon a szexuális erkölcsök föllazulása szinte riasztó volt, egy ilyen felszabadítás, bocsánat, ez volt a címe, egy ilyen, ma már nincs ez a Bartók mozi, tehát addigra a negyedik gimnazisták már kivételes erkölcsi, szóval érdekesen viselt. Szóval minden, de se egyetlen emberre nem emlékszem, aki ez alatt a két nap alatt azon gondolkozott volna, hogy mégiscsak felszabadították a Szovjetunió csapatai Magyarországot, és ez jó. Tehát igen, én tudom, hogy igen, én egy kis lámpa alatt végigolvastam, de egyáltalán a filmet nem is láttam, a zene nagyon idegesített, mert nagyon hangos. Tehát ennek semmi értelme. Az egyetlen dolog, aminek van értelme, és az, hogyha van egy élményed valamiről. És csak abban hiszek, hogyha valaki kap valamit. Tehát, vagy egy, és megint mondom, csak a katarzisban látom én ezt a dolgot. Tehát mondok ilyen, én is egy pár ilyen dolgot, például van ez a katonában ez az apróság, ugye ez az én osztályom, tehát amikor ülnek, az például elég jól működik. Mert nagyon kicsi, nagyon tudja, az egy pici hely, és ott mégis szembe kell nézni azzal, hogy az osztályból kiölte túl és ki nem. Általában minden olyan dolog, ami egy effekt, hogy mondjam, én mégiscsak azt gondolom, hogy a Schillernek van igaza az esztétikai levelekben szemben a Kantnak azzal az elképzelésé, hogy a műalkotások érdekmentesen befogadandóak. Azt gondolom, hogy a Schillernek van igaza, a művészet az arra való, hogy megindítsa a szívedet. Szóval, hogy a Rilke, hogy megváltoztassa az életedet. Effektív erre találták ki. Jelzem, ő mindig is ezért gondolt, tehát az esztétikai nevelés, és én ebben az ügyben persze mindenkit esztétikai hagyomány, most nem akarok belemenni, de én azt gondolom, hogy ezt művészetnek hívják. És a kortárs művészet ebben az ügyben az egy nagyon jó terep, mert nem akadémiai sznobériáról beszélek, hanem bármi jó nekem, ami valakinek jó. És teljesen gátlástalanul azt gondolom, hogy nem az érdekel, hogy a kanti érdekmentesség és az esztétikai szféra normális szerint jelentős művekről beszélünk-e. Tehát nem tudom megmondani, hogy a Günther Demlingnek a botlató kövei azok, tudják, miről
beszélek? Hogy azok jók vagy nem. Annak például van egy nagyon világos, érdekes fejleménye Magyarországon, hogy például kiderült, hogy azért nem lehet megcsinálni, és ez például engem ez önmagában rettenetesen sokkoló. Ez a Demnig kitalálta, ez egy 80 milliós országban ma, ami az akkori Németország 60-valahány millió emberéből, körülbelül 80-100, nagyon bonyolult megmondani kiszámít zsidónak, mennyit öltek meg, hányat öltek meg az értelmi fogyatékos ügyben, tehát nem akarok ebbe a gusztustalan részébe belemenni, hogy hány, de mondjuk maradjunk abban, hogy ez egy 100 000-es nagyságrendű szám, tehát egy jóval szerényebb szám egy hatalmas országban, mint Magyarországon. Tehát beláthatatlanul értik, tehát a folyadéknak az... Magyarországon, hogyha ezt csinálod, és Tokaj városában kirakod a főutcát, akkor részben fog úszni. Mert ugye a Tokaj főutcán csak zsidók laktak, az a helyzet, és elég hosszú. És minden házról lehet tudni, hogy kik laktak ott. Én is tudom, hogy hol lakott ott az apósom, tehát minden, igen. És hogy ez egy történet, hogyha oda az kirakod, az egy olyan trauma például, ami az ellenkezőjét írja el, mert nem fognák érteni, hogy akkor ők ott hogy hol éljenek. Nem lehet élni egy városban, ami egy temető, a belváros, hát az kicsit erős. És tehát a léptékény szerintem ez, amit te kérdezel, tehát a scale az a kérdés, hogy milyen, hogy megtalálod azt a léptéket, ahol emberek ezt a dolgot le tudják fordítani a saját élményvalóságukra. És ha le tudják fordítani, akkor meg fogják csinálni. Ha nem tudják lefordítani, csak a fejük fölött az egész dolog így elmegy, és ott kell ülniük, mint a Felszabadítás című filmen, vagy a muzilban, akkor az egész, és most efele megy, és az egészben az a legnagyobb baj, ez most efele megy, és köszönjük szóval szerintem, Magyarországon az emberek idegesebbek ettől a dologtól, nevezzük nevén március végén, mint novemberben voltak. És akkor erről lehet hülyeségeket beszélni, hogy a mazsiz tehet róla, vagy nem tehet, ezek mind lényegtelen. Egyrészt már nem lehet visszacsinálni, másrészt meg szerintem nem tehet róla, de mondjuk ez nem az én dolgom eldönteni. A besülye kedvéért már csak pont azért, mert dolgozom velük, tehát nem nagyon illendő az, nem pénzért és nem hivatalosan, hanem barátságból és nem hivatalosan. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni. De mindesetre azt kell mondanom, hogy alig várom, hogy véget érjen ez az emlék, és eljöjjenek a szörnyű hétköznapok, amikor majd lehet valami emberi léptékű dolgot csinálni, mert ez egyszerűen megörjíti szerintem azokat az embereket, akiket ez a dolog, ez nagyon fontos, nem érintett meg és nem érdekelte őket. És azt tudomásul kell venni, hogy jogában áll valakinek 70 évvel nem bűntudatot éreznie azért, hogy ez a dolog nem érdekli. Ez nagyon fontos, hogy ezt értsék. Ha azt gondoljuk, hogy átlag embereknek bűntudatot kell érezniük azért, ami 70 évvel ezelőtt történt, akkor azért meg kell dolgozni. És azt a bűntudatot azt nem kaphatják büntetésül, azt megkaphatják, ha akarod, jutalmul. Tehát megkaphatják úgy, hogy jó lesz nekik. Abban az értelemben lesz jó, hogy történik velük valami a saját emberi valóság. És ez nem az államnak a dolga. Csendesen mondanám, szerintem az egyháznak a dolga. Elég hosszú ideje, elég sokszor szerintem modern egyházat nélkül nincs magyar társadalom. Tehát már rég, én nem élek semmilyen egyházban, de rég nem gondolom azt, hogy ezt egyházat nélkül le lehet játszani. De soha nem lesz egy modern ország, hogyha... Hát értik, mert valakitől mégiscsak valami modernitást kell remélni, meg egy társadalom is, mondjuk én a magyar neoavangard hívő vagyok, de azt belátom, hogy Szent Jóbi Tamás nemes eszmétől a magyar emberek nem fognak megindulni. Szóval, tehát nem látom, amint hirtelen azt gondolják, hogy jó belátásra térnek, és azt mondják, hogy az más. Tehát ezt be kell látnom, hogy ez a kantiánség. És akkor itt vagyunk, amiért itt vagyunk. Szerintem két beemelési folyamat izgalmas, hogy az egyik, hogy a magyar történelembe be lehet emelni egyáltalán a holokausztot. Tehát, hogy, mert most nyilván megint az van, hogy egy év kapcsán nem lehet beemelni, mert az olyan, mint az iskolai ünnepi, amiről beszéltünk, hogy ez nem alkalmas módszerre. De hogy van-e arra mód, hogy valamilyen módon a magyar történelmi traumák közé, mint az egész magyar népnek a történelmi traumája bekerüljön? Ez szerintem egy kulcskérdés, mert ha ez nem sikerül, vagy ha nyilván a mérete miatt is akkora, hogy ezt beemelni, tehát ez ilyen, hát nem sok ilyen van egyáltalán nem, az egész történelemben. Igen, tehát hogy beteszünk... Nem, iróniamentesen, túl nagy a magyar történelme, nem, iróniamentesen. Igen, tehát hogy olyan nagy, és ahhoz képest viszonylag közel is van,
hogy ezt ha beletesszük, akkor ugye szinte szétrobbantja. De egyébként a teológiában ugyanígy van, ahova szintén be kéne emelni, de ha beítem azt a teológiába, hogy lehet radikálisabban vagy finomabban is megfogalmazni, de azt, hogy mondjuk az Isten választott népével történik ez, hogyha egy kicsit ilyen biblikusabban próbálom mondani, és ezt beépítem a teológiába, vagy hol volt az Isten Auschwitzba kérdést, beépítem, egyáltalán ott van a teológiába, az egy nagyon-nagyon nagy trauma, katarzis, és ebből tehát ezt nem kényelmből nem vállalja fel az ember, de ilyen szempontból egy konkrét példa még az előző kérdésedre, hogy a Csillaghegyi templomba kikerült, vagy van most egy kiállítás, amit beszélgettünk itt a beszélgetés előtt, ahol az oltárkép helyére kikerült egy kép, ami a gázkamrákat ábrázolja. Igen, ez Vojnics Erzsébetnek az Európa című alkotása, ami az auschwitzi gázkamrának egy részletét ábrázolja, és oldalt pedig Szűcs Miklósnak 13 alkotása, mindegy a stáció sorozat, és így az oltárkép a Krisztus sírbatételét szimbolizálja. De ugye ez szétrobbantja a teológiai keretet, tehát teljesen egy olyan értelmezést ad az egésznek, ami nagyon izgalmassá teszi, aktuálissá is teszi, valóságossá is teszi, de nem lehet felette úgy elmenni, mint mondjuk egy barokk oltárkép mellett el lehet menni, ami hát nagy pénteken talán egy picit valamit mozgat, de ezt a robbantó hatást csak ilyen dolgok teszik meg. Csak egy mondat, hogy az egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy hol volt az Isten Auschwitzban. Egy jó 10 valány évvel ezelőtt itt volt Budapesten a Claude Lanzmann, a Soha című film rendezője, aki most 90 valány éves, akkor 70 valahány volt, és hát egy ilyen nagyon erős személyiség, hogy finoman fejezem ki magam, tényleg egy nagyon robosztus, nagyon kemény ember, aki ráadásul, mint a Sartre-nak a barátja, meg ez, meg az, meg amaz, tehát egy ilyen kivételezett francia csúcs intellektuál, aki igazán nincs ahhoz, vagy nem volt hozzászokva ahhoz, hogy óvatoskodjon. És valamelyik magyar televízió szerkesztőnek az a bókás ötlete volt, hogy éppen aznap esti ilyen beszélgetés műsorban, amelyben a zsidó keresztény párbeszédről volt szó, és Várszegi Asszik Svejtszer főrabbi, illetve Majsai Tamás üldögéltek a televízió stúdióban, és békésen beszélgettek arról, hogy mennyire szeretik egymást, és ebbe a, tényleg azt kell mondanom, édes, kedves nyúlketrecbe beengedte ezt a szörnyeteget. Aki ott egy ideig üldögélt, angol, tehát hallgatta az ízre, és az üldögélt angolul, tehát látotta azt, hogy te figyelj, azt mondta, hogy ez baromi unalmas. Azt mondta neki, te láttad a Soha című filmet? Nem. Akkor miért nem arról beszélünk, hogy miért nem láttad? Tehát egy ilyen relatív, szabályos francia ízre, és az idő után, amikor megint elkezdődött ez a dolog, akkor ők erről beszéltek, kicsit el is aludt, szóval részeg is volt, szörnyem is neki. És akkor azt mondta, hogy ti arról beszélgettek, hogy miért nem, de miért nem arra beszélgettek, hogy a keresztények, hogy ti hol a fenében voltatok a Auschwitzban, mondta nekik vidáman, és megelégedetten át az őt mondani, most aztán ledöfte mind a hármójukat, és valóban egyszerre mind a hármójukat el is intézte. A Fáber András volt a tolmács, az hallottad a tévéről, hogy ki van száradva az ijegységtől, recsegett a gégéje. Az egész dolog nagyon, csak azért mondom, hogy engem az valamiért aznap este vissza kellett vinnem ezt az minden. És rettenesen föl voltam dúlva ezen, hogy hogy lehet így viselkedni. Ő meg egész olyan fokon tette arra, hogy én mit gondolok erről, amennyire egy 70 körüli világhírű francia művészes sofőrrel kapcsolatos elképzeléseit tudtára adhatja. Szóval egyáltalán totálisan idegen hagyta. Én ez szolgáltatás voltam a konzulátusban. És akkor pár óra múlva, azóta ment az éjszakában, akkor hirtelen megértettem, hogy neki van igaza. És azért, amit te mondasz, mert hogy egyébként ki a fene emlékezne arra 20-valány évvel ezelőtt, hogy a Claude Lanzmann mit mondott Pesten. Tehát, hogy beül ebbe a dologba, kényelmesen, csendesen, azt mondja, igen, hát azért van egy másik probléma, és akkor te azt kell mondanom, hogy botrán csinált a szónak az összes értelmében, és nagyon pontosan tudta, hogy miért csinál. És azt gondolom, hogy ez nem lehet megúszni. Tehát, hogy azért mondom ezt, mert a szenvedés, tehát, hogy ez nem lesz ingyen. Mert hogy nagyon nagy, és rettenetesen durva volt. Tehát azt kell érteni, hogy a dologtól joggal
hőköl hátra mindenki, aki belenéz, mert nem, tehát egyszerűen abban jól mutatott, menetelesen nem lehet beilleszteni ezt a, értik, hogyha összeszámoljuk, hogy hány százer áldozata volt a második világháborúnak, ez tarthatatlan. Ügyetem ez a része. És tarthatatlan benne még valami, hogy így, ami nem egy zsidó része, hogy van egy olyan része, ami szerintem morálisan, tehát hogy az emberek mindig azt gondolják, hogy a legfontosabb dolog a világon, hogy a gyerekeikre tudjanak vigyázni. Tehát ez, és hogy amikor azt megéred, hogy a gyerekedet el kell engedd, és a jelenlétedben hal meg, az nincs ingyen. Az nincs ingyen. Azt akarom mondani, hogy a Vaszilij Grossman nevű szovjet-orosz írónak az elmondhatatlanul zseniális Élet és sors című regényében megengedi magának azt a dolgot, amit nagyon-nagyon kevés ember engedett magának, hogy leírja benne azt, hogy mi történik az utolsó 10 percben egy gázkamrában. Az nem tartható, az nem könnyen leírható, az nem könnyen lefordítható, az nem egy egyszerű történet. És nem azért, hanem, mert mondom, ennek köze nincs a zsidósághoz, mert egyszerűen azt a részét veszi el az életed értelmének, hogy a gyerekedet meg tudtad védeni, mert nem tudtad. És ezzel megint nagyon nehéz szembenézni. Tehát ez aztán, és akkor itt jön egy rész, hogy a történelemről úgy szeretünk beszélni, hogy nem gondolunk bele. Értik, hogy mondod, tehát mi nekünk fontos szentünk, a Batthyány gróf, nekünk nagyon fontos szentünk az, hogy sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, de hogy tulajdonképpen nagyon, tehát nagyon ritkán van mondjuk a Szilágyi Domokosnak egy versében egy hirtelen megvillan, hogy ki volt a Petőfi, amikor azt mondja, hogy hát szemközt halál. De az egy versben ritka fordulat. Mert egyébként hát azt gondoljuk, hogy október 6-án az emberek kiballadnak a temetőbe, és hát sajnálkoznak. Ami rendjén is van. Érted? Mert hogy egy nemzetnek az emlékezete nem épülhet föl folyamatosan katarzisokban, mert akkor összeomlik. És ezt valóban odáig, tehát teljesen, tehát igen, csőd közelejét, mert előbb addig nem tudjuk betenni, ameddig túl nagy, de ameddig nincsen benne, odáig nem lehet besimítani. És így most kilóg. És ez tényleg, ezzel sejtem, tehát azt kell mondanom, hogy sejtem, sincs, hogy mi lesz. De ez azt gondolom, ugyanazt mondjuk, hogy azt gondolom. Most, hogy már tényleg András, ahogy utaltál az elején a 70-es évre, és hogy ennek a nehézségére és a személyes találkozásra belegondolva abba, hogy most már harmad-negyed generációk is megnevezhetőek, hogy itt vannak. Tehát egyre nehezebb lesz ezzel mit kezdeni, vagy ahhoz, hogy tehát időt kell hagyni ehhez, hogy egyszer majd lesz egy generáció, amelyik bölcsebb lesz nálunk, és... Hát bocsáss meg, ez a ti dolgotok, szóval én kívülöm az időmet, tehát érte, jól vagyok, 60 vagyok idén, talán még egy ideig itt elébe szólok, érte, de egyébként ezt én már nem tudom megoldani. Tehát ez jól el van cseszve, és látok van hagyva, mint szép magyar hagyomány. Tök komolyan mondom. Bocsáss meg, ez így van. Értem, amit mondasz, és sajnos én attól tartok, hogy ez még az én generációmra se biztos, hogy vonatkozik, tehát pessimistább vagyok lehet nálad. Minden esetre arra gondolva, hogy tehát mondjuk Németországban ott ugye azért az elbeszélés nagyon erősen megjelent. Az a fajta elbeszélés, ami ezt eredményezte, hogy ami Magyarországon nagyon sokszor számomra megdöbbentő, hogy a holokausztot zsidó ügynek nevezik. Tehát egy olyan fajta távolságtartás fogalmazódik meg, ami azt jelenti, hogy az én testvérem ügye, de nem az én ügyem, tehát hogy mondjuk így nem tudunk családban gondolkodni, vagy olyan mert fajta közösség. A németek nem voltak abban a helyzetben, hogy ezt megengedhessék maguknak, ugye? Tehát azt, hogy ők nem mondhatták, tehát ők sem jó szántukból mentek abban bele. Én ezt értem, csak... Aki tudja, úgy megúszta ezt, mint állat. A franciák is 60 évig linkeskedték el. Hát igen, és Ausztria is hasonlóan most még jobban. Reiskivel az élen egy olajipari csempészvállalatot működtettek, érted? Csak hogy ne kelljen erről beszélni. Értem, csak azt is azért láthatjuk, hogy nem megúszható. Hát persze. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy
az adott generációnk azt nem méri fel, hogy a következő generációnak azt hagyja saját magából, hogy nem nézett szembe. Szerintem a mi generációnknak van egy olyan próbálkozása, hogy komolyan vegyük Fukuyamát, és az, mi megpróbálunk ebbe hinni, hogy véget ért a történelem. Tehát ilyen kicsit ilyen kosztümös filmként valami ott zajlik előtte, de gyakorlatilag mi föladtuk a... Tehát véget ért a 20. század, és ennek többen örülünk, mert mondjuk az én életkörülményeim, bármelyik 20. századi magyar életkörülmények sokkal jobbak, mert sehova nem kell mennem katonának, nem tudom, alapvetően senki nem akar se börtönbe rakni, semmilyen jobb hátrány nem ér, még majdnem azt is mondhatok, amit akarok, tehát egy csomó olyan feltétel adott, ami egyedülálló, és tulajdonképpen ez végül is egy jó állapot, tehát akárhogy is van, és szerintem most minek menjek én vissza, ugye mondjuk az én generációm gondolkodásába, egy olyan helyzetbe, ami többen le kéne zárni, vagy azt kéne, hogy véget ért a történelem, én itt maradtam, és az összes ilyen, amit okoz ez ilyen rengeteg problémát, amit a mélyből ez úgy hoz magával, rengeteg mérget, ami tovább jön vele, azt valahogyan nem tudom, hogy azzal mit csinálunk, vagy hogy csináljuk, az úgy megmarad az ősök emlékének, vagy valamilyennek. Ez azért nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy tulajdonképpen fölvet egy problémát, amit nehezen mondod, de nem lehet megúszni. Tehát van olyan, hogy egy nemzet túléli önmagát. És Magyarország a legjobb úton van e felé. Tehát, hogy mint nemzet, nem, Magyarországon annak, hogy az a magyar nemzet, ennek a jelentését semmiben nem látom. Tehát nem látom, hogy hol van. Nagyon bonyolult kontextusokban tudom ezt a szót használni. Tudnélik, hogy addig van nemzet, ameddig a társadalom, annak az önazonossága az fönt áll. De hogyha nem áll fönt, már pedig annak ugye az tényleg a saját magával való megbékélése, akkor nem látom, hogy a magyar nemzet hol van. Ez pontosan lehet, hogy lássák, hogy mi történik. Hát ami a magyar nemzeti emlékezet nevében zajlik ebben az országban, az inkább végtelen melankóliára vagy dürohamra, ez vérmérséklet kérdése ad okot, de nem azért, mert nem az irodalom az emlékezetnek a kizárólagos nyelve, de az valamelyik nap láttam egy videót, ahol Marosvásárhelyen 64 vármegye ifjú tagjai épp azt üvöltik az utcán, hogy itthon vagyunk, és így jól el vannak. És az a helyzet, hogy a román rohamrendőrség áll velük szemben, de az ugye magyarokból áll, mert nem vittek oda más egységeket, mert annyira azért, de baromi udvariasak voltak velük, és láttam azt a parancsot, hogy ne verjék meg őket. És hát ezek a rohamrendőrök, mint mindenütt, hát ilyen nagyon izék. És akkor az egyik rohamrendőr mond valamit a másiknak magyar nyelven, mert hogy magyarok úgy ráadásul mondhatjuk székelyek. Amitől ezek egymásra néznek, ezek a mi honfitársaink, és egyszerűen meg, tehát lehet látni, hogy a teljes, tehát az álmélkodás, az űrület és a bolondokáza van a fejükben, és azt üvöltik neki nagyon csúnya szavakat, hogy te áruló. Amire ez tökéletesen hidegen nagy, és mondja, persze, úgy bánik vele, mint egy kis kecskével, persze. És akkor meg akar-e ütni, és akkor azt mondja, ne, azt nem, mert akkor le kell, hogy csukja. És az attól tényleg, az egy nagyon szívszorító jelenet volt, mert hogy az volt a maga, hogy na itt tartunk. És tehát azt akarom mondani, hogy a szónak abban az értelmében, hogy egy ország identikus-e a saját történelmével, erre az a válaszom, hogy ez előfordulhat, hogy nem. És azt én nem viccből mondom, hogy én azt látom, hogy az én nemzedékem ebben az ügyben sikerült egy totális csődöt előállítani. De azt nem látom megoldásnak, amit te mondasz, hogy kiülsz a napfényre, tehát ebben van bennem egy nagyon erős, és meg kell mondanom, a konzervativizmusnak van egy olyan érve, ugye a Berkeley visszamenőleg, hogy azért kell konzervatívnak, mert nem tudjuk az ellenkezőjét. Tehát én nem tudom, hogy néz ki egy nemzeti kultúra nélküli Magyarország, de mint hogy még nem láttam, ezért nem akarom kipróbálni. Oké? Tehát egyszerűen természetes gyógyszerként, hogyha fogom föl. Tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy működőképes valamilyen értelmében a szónak, de nem látom magam előtt, mert annyira ismeretlen nekem, hogy megijedek tőle. Én a napfényre egy picit reagálnék, hogy ülünk innen a napfényen.
de buta arccal. Tehát ugye az a probléma a dologgal, hogy ott ülök, és nem tudom, hogy, tehát nem tudok a realitással mit kezdeni, lásd Marosvásárhelyen azzal, hogy kerül oda az a rendőr ilyen felállásba, mert nem ismerem a kontextust, nem tudom megérteni azokkal a szálakkal, amik jönnek. Tehát, és innentől ez viszont roppant veszélyes a dolog, mert bármit el lehet vele hitetni, bármilyen gyökértelen történetet lehet mondani, aminek a következményei, az előzményei nincsenek benne, és elhiszi, mert ezen a szinten van, és innentől kezdve ugye pontosan az a súly, ami mondjuk egy társadalomban egy generációt mondjuk arra tenne, hogy valahogyan megtartsa, vagy vigye ezt a társadalmat, vagy a gondolkodást, arra mondjuk nagyon kevés esélye van. És én emlékszem arra, hogy mondjuk körülbelül a rendszerváltás környékén a történelem, mert tanultuk, vagy nem tanultuk, vagy ugye átlapoztuk azt a kritikus 40 oldalt a végén, vagy valamit kezdtünk-e vele. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, mert ha azt átlapoztuk, akkor gyakorlatilag bármit be lehet most utólag tenni abba a nagyon egyszerűen átlapos matricákkal, meg plakátokkal, meg akármivel. Ahogy te mondtad, azt gondolom, hogy van egy nagyon gyakorlati érva mellett, hogy miért kellemetlen, hogyha egy nemzeti kultúra fogal ma véget ér, annak egyszerű, a Benedikt Anderson nevű kiváló szerző ugye az elképzelt közösségekről társalkodik. Nevezetesen a nemzet az egy elképzelt közösség. Az azt jelenti, mert ismeretlen emberekkel és szolidárisak vagyunk, ezt hívjuk nemzeti kultúrának. Olyan emberekkel vagyok lojális, akiket életemben nem láttam. Ha nincs nemzeti kultúra, akkor nincs lojalitás. Azt lojalitás közösségnek hívják, vagy szolidaritásnak. A szolidaritás nélküli társadalmak, azok veszélyesek. Tehát az nem... És ugye ez nem egy magyar probléma, hanem azt kell mondanom, hogy ez jön. Tehát valamelyik nap át kellett mennem egy autóval egy városon, ez Torino felé vezetett be, és pont olyan volt Torino odakint, mint minden európai város, szegény, tele volt fekete bőrű menekültekkel, cigánybőrű romániai, magyar-román, nem tudom milyen menekültekkel, tele volt nagyon ismerős és nagyon ismeretlen emberekkel, és utána megérkeztél a történelmi belvárosba, és onnan nem jöttél ki két napig, akkor azt is gondolhatod, hogy te Észak-Olaszországban vagy Torinóban, és ez milyen jó. De hát mégiscsak van valami territoriális emlékező tehetségem, tehát mégiscsak emlékszem arra, hogy első este mind keresztül mentem be. Az a világ, ami meg pont előttünk van, az, erre mondtam az előbb ilyen gonoszul, hogy neked hosszabb idő jut belőle, mint nekem, meg ne próbáld az ellenkezőjét, tehát hogy az erről fog szólni. És a németek azok valóban azért viselkednek az átlagnál jobban, ez a mese vége, mert hogy mégiscsak azért ott van a fejükben, hogy hát azért egész baromi gazdagok, tehát egészen elviselhetetlenek a gazdagok, és ez nyomasztja őket abban az értelemben, hogy tudják, hogy ez nem természetes. Másrészt pedig meg mégiscsak ott van a fejükben, hát hogy nem kell hagyni embereket éhen halni. De hogy én azért beszélek a genocídiumról, mert például azt gondolom, hogy amikor Olaszországban az ember tévét néz, akkor például az a kellemetlenség van, főképp a helyi tévéket Dél-Olaszországban, hogy minden nap ilyen csendesen bemondják, hogy aznap hány embert temettek el jeltelen sírba, akit kiszedtek a tengerből. És hát erről nem nagyon szokás beszélni. De például Dél-Olasz városoknak a temetői, azok nagyon sajátos temetők. Hogy amire ugye az olasz nép úgy reagált, hogy átköltözött Észak-Olaszországba, amire ott van egy csomó üres város, amit viszont... Tehát úgy értem, nagyon észnél kell lenni. Mert és hát ugye Magyarország ebből a szempontból egy átjáróház, tehát ne legyen senkinek illúziója, hogy a Kárpát nagyhaza az majd, meg a magyar gyepű, meg a madarasi Hargita, az majd megvédi az ezer éves határokon a magyar immanenciát. Tehát ez nem jön össze. És hogy azt gondolom, hogy, és ez itt van, ez nem holnap jön, ez ma van. És teljesen elképzelhetetlen nekem, hogy ez nem egy rendőrállami kérdés. Erre az állam alkalmatlan. Tehát az állam nem erre való, értik, az állam arra való, hogy adót osszon. Lehet, hogy keveset lopjon és sokat adjon. De nem, ez nem tech kérdés.
vagy hogy hívják ezt itt, hanem ez annak a kérdése, hogy, hogy van egy elképzelésed arról, hogy milyen egy multietnikus világban él. És az nevetségesen tűnik, de higgyék el, hogy nem az, hogy azt gondolom, hogy, a, hogy az egész holokauszt történetnek annak a... Tehát kérdezzék meg magukat, hogy mivel lehet megkérni a honfitársainkat, hogy a cigányokat emberszámba vegyék. Ez nem egy egyszerű kérés feléjük. És ne legyenek egymással, ne legyenek igazságtalanok, mert nagyon könnyű ezt a problémát a Károlyi palotában 100%-os fehér jelenlétben, hogy pimaszul fejezem ki magam és direkt durván középosztálybeli körülmények között jócskán elintézni, de sokkal nehezebb Kelet-Szlovákiában vagy Kelet-Magyarországon. Tehát, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a holokausztnak a... Tehát az, hogy egyáltalán ennyire nem mernek hozzájuk nyúlni, az a holokauszt emlékezete miatt. Tehát ez sem úgy van, hogy ez egy öncélú történet. Tehát semmi, hát gondoljátok meg, hogy mit, tehát ti maguk is tudják, hogy 10 magyar emberből, hogyha 9-et megkérdeznek arról, hogy mit gondol a cigányokról, akkor azt mondja, hogy... És hogy ez ugye, hát látják, lelőttek nem tudom, hány cigány gyereket Magyarországon, a magyar társadalmat ez annyira érdekelte, mint a második világháborúban a San Francisco-i öböl lakossága föl volt háborúban, hogy nincsen banánfagyma. Tehát tűrhetetlenül tartották, hogy a világháborúról tekintettel a napi fagylalt készletükből. Tehát ez egyáltalán nem érdekli a magyarokat, hogy a cigányokat megölték. És hogy én szerintem ez ugyanaz a történet. Amit te kérdeztél, hogy hogyan lehet elérni, hogy valaki egy másik ember szenvedése iránt érdeklődést mutasson. Ennyi az egész. Ha jól érteni magam tök praktikus módján, bocsánat. És szerintem az egész Európában, tehát abszolút. Ez Európának... A nagy kérdése. Mondjuk én most láttam egy nagyon érdekes műsort az egyik német tévében, ahol arról volt szó, hogy a pápának az első időszakát összefoglalták, hogy mit tett, hogy tett, és volt ugye az, hogy elutazott Lampedusa szigetére. Ez volt az egyik első ilyen útja. És hogy ennek, hogy utána eltelt egy bizonyos idő, és történtek-e változások. És ugye hát az ember automatikusan azt mondja, hogy nem történtek de nem változások, igaz. De nem igaz, igen. Tehát, hogy kiváltott egy bizonyos hatást. Tehát, hogy azért van arra lehetőség, hogyha ilyen nagyon erős szimbólumok és nagyon a helyén vannak kezelve, akkor azért valami változhasson, vagy valamilyen. Tehát a szigetnek a lakói például önkéntesnek jelentkeztek, tipikusan inkább nők, mint férfiak, de önkéntesnek jelentkeztek, hogy foglalkozzanak ugye a menekültekkel, akik oda érkeznek például. Mert tudják, hogy nincsenek magukra hagyva. És ugye ott van, hirtelen egy más pozícióba kerültek és ez szerintem ez a mi szempontunkból is egy érdekes dolog lehet, hogy mondjuk lehet-e ilyen jellegű bekapcsolást, mondjuk embereknek bevonását, akár például a cigánysággal való kapcsolatba behozni. Hát ebben tényleg az egyháznak egy nagy feladata lenne. Én most visszaemlékezem az Ámos Imre kiállításunkra, amiben 42 kortárs művészt sikerült megszólítani, nagyon vegyes, viszont egy eléggé kvalitásos kör alakult ki, és az egész kiállítás fő kérdése egy szöges drótból kiírt genezisben található idézet, a hol van a te testvéred. Ez fogadta többek között itt az utolsó állomáson a Rubah utcai zsinagógában a Tóra tartó helyére szögelve az embert, hogy hol van a te testvéred, ugye ez a káini kérdés, amikor a válasz az, hogy talán őrizője vagyok-e a testvéremnek, miközben már megtörtént a gyilkosság. Tehát, hogy ez a fajta pökhendiség mennyire tud tovább menni, illetve mennyire teszi fel az egyház azt a alapvető, hogyha a keresztény felekezetekre gondolok, alapvető kötelességét, hogy ha őszintén nézem magam identitása szerint, akkor hogy a jelenben ez a kérdés jelen van. Tehát, hogyha én azt megkerülöm, vagy nem ezzel foglalkozom, akkor valahol a maga a szószék kérdése válik kérdésessé, vagyis az egyház hitelessége a mai emberek által nyújtott hitelessége kérdőjeleződik meg, és nem pedig a biblikus tartalom, mert az megmarad. Tehát, hogy itt érzem azt, hogy azok a kezdeményezések, amik tényleg akár, amit említettél az imént, vagy ez a Bencés kiadós különbéke sorozat és egyéb ilyesmik jelzések, viszont azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezek egy-egy kis zászlók. Tehát
akár a Békásmegyeri kiállítás, ezt említettük is, hogy nem csak technikai okok miatt nem vihető végig mondjuk az evangélikus templomokon, és most itt nem akarok más templomokat belevinni, venni a körbe, hanem azért, mert mint ahogy tavalyi évben Fabinyi Tamás püspök úr is nyilatkozta, hogy az egyházon belül is a lelkészi karban is lehet még antiszemitizmusról beszélni, függetlenül attól, hogy ez a keresztény tanítással teljes mértékben ellent mond. Tehát, hogy ezzel kéne valahol elindulni, és azt gondolom, ezzel lehetne egy olyan etikát mutatni, amihez, hogyha nem is vallásos lelkülettel, de egy alapvető normával lehetne csatlakozni. Nagyon kemény lecke, tehát, hogy ugye ez lenne alapvetően a feladat, de ugye ez nem, mondjuk a mai korban nem más, mint volt 100 éve, 200 éve, 500 éve, tehát ez egy állandó feladat, hogy mondjuk a hol van a te testvéred című kérdést, föl lehet úgy is tenni, hogy teljesen elszáll mindenkinek a feje fölött, vagy ha megfelelő helyen, megfelelő összegügésbe teszem fel a kérdést, akkor egy nagyon kemény és komoly kérdés lesz belőle. De most hol a komfortzóna? Tehát ugye, hogy elengedem ott a fejek fölött ezt a kérdést, vagy beállítom egy kontextusba, és abban a percben viszont nem leszek már olyan népszerű, nem leszek már olyan kényelmes helyzetbe. És ilyen szempontból ez szerintem egy döntés kérdése, hogy ebből a kényelmi helyzetből mondjuk kimere lépni valaki, vagy egy... a szószék. Igen, hát a szószékről, ahol hát erre nagyon nagy esély, vagy hát egy könnyű kísértés tulajdonképpen, hogy ne. A béke, vagy a nem tudom, valami ilyen jelszóval. Nem az a dolgot, hogy zavard a híveit. Így van. Beszélgetésünk elért a nyitott asztal részhez. Azt hiszem, hogy van valahol egy mozgatható. Igen. Kérem, hogy aki szeretne hozzászólni, az kézfeltevéssel jelensze, és összeszedjük a kérdéseket, hozzászólásokat, és akkor utána válaszolni a beszélgetőtársak. Köszönöm szépen, hát nagyon rövidnek kell lennem, és illik is, mert az ember nagyon hosszúra nyújtja, akkor nagy baj lesz vele, tehát gyorsan. Csak amit itt most nagy hirtelennyében el tudok mondani, én azt hiszem a Pilinszkit érdemes lenne megidézni, kvázi egy spiritista szeansz gyanánt, aki azt mondta a holokausztról, hogy az, hogy megtörtént, illetve az, hogy megtörténhetett, az botrány. Az, hogy megtörtént szent. Na most én azt hiszem, hogy itt a szentség az a szó, nem csak vallás, hanem emberi értelmében is szentség. És azt hiszem, hogy minden drámaisága és súlyos önellentmondásossága ellenére is nagyon fontos és nagyon precíz meghatározás. A hazai emésztés, a probléma a hazai emésztési nehézségéről nem is akarok mondani semmit, mert azt hiszem ezzel mondom a legtöbbet, itt nagyon sok minden elhangzott. Én azt hiszem, hogy ez a kérdés földolgozhatatlan, az okai hosszasan sorolhatóak. Én úgy gondolom, hogy ez már késő, különféle nemzedéki hiányosságoknál fogva is egy olyan hozzáállást illetően, ahol más súlyos feldolgozatlan problémák is vannak, és lehet, hogy ez a legmélyebb seb, vagy annak a legmélyebb seb, akit ezt közelről érint. De én azt hiszem, hogy minnyájunk a többi kevésbé épp elég közelről érint, ha van, akit persze még közelebbről, de szóval ez mindennek a szőnyeg alá söprése. Ezt én nem tapasztaltam sehol, persze most bele lehetne ebbe menni, hogy hol, mi tapasztalható, és mi volt, és mi van, és félek attól is, hogy a németségben itt most az emlékezés, csak nehogy valahol a bűntudat formájában törjön megint föl, mert azon már túl kell lépni. Nekünk azért lett bűntudatunk, mint itt élő egymásnak honfitársai, mert nem akarunk ezzel szembenézni, ezzel a dologgal. Illetve talán a szándék megvan, de az elszánás semmi esetre sincs meg, szerintem mind a mai napig sem. Ebben lehet, hogy nincs igazam. Ezt nem tudom, ez egy érzés, gondolat, vélemény, tapasztalatokon alapuló, hogy mennyire átfogó tapasztalatokon és mennyire helytálló, azt nem tudom, és köszönöm szépen a hozzászólási lehetőséget.
Köszönjük szépen. Van esetleg kérdés vagy hozzászólás még? A botlatókövek kapcsán azt szeretném mondani, hogy a németországi botlatóköveket nem a zsidó családok helyezik el a házak előtt, hanem azok, akik tudják, hogy abból a házból zsidó családokat vittek el, és ma is tudják. Ezzel szemben Magyarországon a botlatóköveket az elhurcolt zsidók hozzátartozói rakadták le ott, ahol megtalálhatóak. Én sosem gondoltam bele ebbe az arányba, amit mondtál, Péter, hogy, és azért nem gondoltam bele, mert hiszen azoknak kéne letenni a köveket, akik nem zsidóként tudják, hogy elvitték a házból a zsidókat. Tehát ez egy hiányprojekt, ami Magyarországon egyszerűen nem működött, és többek között ezért is lett vége, nem csak azért, mert a pénzt kivitték belőle, és onnantól fogva a lelkesedés megállt. Tehát a magyarországi gondolkodásmódról ez, mint csebben a tenger, mindent elmond az én számomra, és tragikusnak találom. De ehhez hozzákapcsolnám a Csillagos Házak projektet, amiről itt szó volt. Ennek van egy honlapja és egy Facebook csoportja is. És 2000 ilyen ház volt Budapesten, 1600 ma is áll. És április 2-án lesz, oda lehet jönni, az OSA-ban lesz egy bemutató sajtótájékoztató délelőtt 11-kor ennek a programnak, hogyha valaki nem internetezik, és inkább személyesen szerezne tapasztalatot. És lesznek önkéntesek, akik ezeknél a házaknál június 21-én megpróbálják az ott élőket emlékeztetni valamelyest arra, hogy ebben a házban, amiben ők most laknak, és talán sosem gondolták végig, mi történt egykor. Tehát ez egy olyan mikro emlékezeti mozgalom, ami nagyon hasonlít valóban a másik említetthez, a holokauszt és a családom csoporthoz, és én nem gondolom, hogy ez láthatatlan, ez a fajta emlékezet, Péter. Szerintem szűk körben marad, de a hatása talán pont 20 évre elnyúlhat, vagy tovább vihető, vagy tovább adható, mert pont ebben a csoportban, és ez remélem, hogy egy percet ugyan túlléptem, de gyorsan befejezem, egészen az elején volt valaki, aki arra a kérdésre, hogy de ki a zsidó, azt írta, vagy azt válaszolta, hogy zsidó az, akinek a gyereke azt mondja magáról, hogy ő zsidó. Tehát, hogy az új generáció, ha magára veszi, akkor ott lehet az emlékezetet továbbadni. Köszönöm szépen. Tehát, mint említették, a holokausznak a magyar történelembe való integrálás, az kulcsfontosságú kérdés. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mennyire beszélhetünk egyáltalán magyar történelemről, vagy hogy melyik magyar történelembe kéne integrálni ezt, mert hogy olyan nagy különbségek vannak ahhoz, abban, ahogy magyar és magyar, a 20. századi magyar történelemhez viszonyul, hogy a kérdésem az lenne, hogy kit szólítanának meg ezzel, illetve a másik pedig az, hogy a 20. század szemléletében, vagy magyar történelmének felfogásában a holokauszt az csak egy építőkocka, és szóval, hogy egyáltalán lehetséges-e a holokausznak az emlékezetét hát művelni, anélkül, hogy más kérdéseket is érintenének, vagy hogy egyáltalán lehet ezzel izoláltan foglalkozni, és eredményre jutni ezzel kapcsolatban, úgyhogy más fontos fordulópontokkal nem foglalkozunk. Október 23-a környékén hallottam a rádióban egy riportot, a fasori, most nem teszembe, de elég híres töttösi történelem tanárnő siránkozott azon, hogy a gimnazisták az 56-ot már nem szeretik, egy leckének veszik, és nem tudnak róla semmit, próbálják meglógni, puskáznak. Bezeg a Kádár korszakban ez mennyire érzékenyen érintette a fiatalokat. És akkor megkérdeztek diákokat, és vallották, hogy tényleg ez nagyon egy unalmas rész, ez az 56. Hát mi érintett meg benneteket igazán? És azt mondták, hogy a holokauszt, az igen. Úgy gondolom, hogy azért ez egy pozitív dolog. Tehát úgy, hogy mégiscsak érzelmileg meg tudja mozgatni a fiatalokat, mert van egy folyamatossága, mert már szerintem a
Kádár korszakban is ezt érzelmileg az Anna Frank naplójával, meg egy csomó mindennel alátámasztották. Tehát mindesetre jobban működik, mint az 56, amit hivatalosan most épp nyomnak, hogy menjen. Aztán az a másik kérdésem, hogy az emlékezésnek tulajdonképpen az lenne az értelme, hogy a történelmet megpróbáljuk egy picit másképp csinálni. Tehát egy kicsit a jövő felé kéne fordulni, és azért kéne ezekre a dolgokra emlékezni az összes borzalomra, ami a 20. században történt, hogy a 21. ne legyen hasonló. Tehát, hogy valahogy el tudjuk kerülni azt, hogy ember embernek farkasa legyen, és valahol próbáljunk meg differenciáltan gondolkodni, mikor hatalmas szellemi áramlatok jönnek, akkor egy kicsit próbáljuk visszafogni a lelkesedést, meg a tömegsodrás erejét, és próbáljuk meg a dolgokat kicsit részletesebben fölfogni. Aztán nagyon tetszett az egész párbeszéd, mert nagyon-nagyon differenciált volt, és akkor így az egyházak szerepére is, mert ehhez van némi közöm, bár nem vagyok evangélikus, de evangélikus templomban járok. Mindig és minden egyházban és minden társadalomban vannak hősök. Ezeket megemlítettük név szerint, de az ember, mint olyan, alapvetően hihetetlen gyarló. Tehát nem lehet elvárni egy egyháztól, hogy ott külön emberek legyenek, mint amilyenek az emberek úgy genetikailag vannak. És akkor úgy megkérdezem magamtól, hogy amikor a munkahelyen valakit ártatlanul bántanak, akkor ki áll föl, és ki mondja azt, hogy akár az állásával játszva, de sokszor nem is kell, mert hogyha az emberek státusza van, akkor azért ki nem rúgják. De ki vállalja föl azt a hihetetlen kínos pillanatot, hogy föláll és azt mondja a főnöknek, akinek valami hatalma van, nem is sok, de valami van, hogy ne haragudj, most te ezt, meg ezt, meg ezt hihetetlen igazságtalanul csináltad. És hogyha ott nem merünk felállni, ahol nem játszunk a gyerekünk életével, nem játszunk a saját deportálásunkkal, akkor mit várunk? Mit várunk? Tehát valahol próbáljuk meg ezt egész apró pénzre bontani. És akkor nem akarom ezt így tovább élezni, csak úgy ment, szóval, mint hol volt az evangélikus, hol volt a katolikus egyháza holokauszt alatt, és hol volt a zsidó egyház 56-ban, amikor ártatlanul végeztek ki embereket, mert akik valamit csináltak, azoknak nagy része kiment nyugatra, és kellett produkálni nagy mennyiségű áldozatot, akkor senki nem szólalt föl. Tehát, vagy a Hortobágyra való kitelepítés borzalmainál, ahol sokszor zsidók épp úgy áldozatul estek, akik visszajöttek a holokauszból, megmenekülve, és a Rákosi korszak áldozatává váltak. Akkor a zsidó egyház miért nem szólt? Tehát az egyház nem jobb, mint a többi ember. Van-e még kérdés esetleg? Igen? Bocsánat, Ádám, hátul még szeretném. Én 56-os vagyok, és most egy kicsit meg szeretném védeni a zsidó értelmiségi honfitársainkat. Ugye az 56-os forradalom kirobbanásában, én akkor fizika-matematikai egyetemista voltam, és részt vettem a harcokban is. Nagyon sok zsidó barátunk részt vett, és később a Kádár rendszerben, amikor a demokratikus ellenzék kialakult, abban is nagyon sok zsidó értelmiségi volt. Tehát Hát zsidó egyház mondjuk nincsen, mert a kereszténység lenne zsidó egyház, mondjuk a zsidó felekezet. Erre én nem tudok válaszolni, de az a vád, hogy zsidó értelmiségek nem szólaltak volna fel a kommunizmus visszaéléseivel szemben, ez így a újkori magyar történelem ezért nem tartható. Tehát a demokratikus ellenzék jelentős része zsidó értelmiségekből állt, és azoknak sokat köszönhetünk. Én tulajdonképpen nem ehhez akartam hozzászólni, ezt csak erre reagáltam. Szóval ismerem nagyon szép tényleg a Békásmegyeri templom egyébként is, és az a kiállítás is, és a 14. passió, ugye úgy értelmezték ezt a képet az oltár fölött, de ez ugye egy ilyen teológiai megoldást is kínál, ugye a passió domini, memoria passionis domini, tehát az úrvacsora, és a teológiai háttérbe kapcsoljuk be, és ti is mondjuk ezt hangsúlyoztátok az egész tematikában, az emlékezés, az áldozatokra, együttérzés és így tovább. Én mondjuk egy másik szempontot tartok nagyon fontosnak ma, mint hát, aki szeretnék keresztény emberként élni. A
tulajdonképpen a bibliai antijudaizmus, az egyházak atyák antijudaizmusa, ha ismeritek a szövegeket, tehát mondom, teológusokat ismeritek, akkor a pogromok végig, ugye a Német-Római Birodalomban és Európában, ahol tulajdonképpen összefonódott a katolikus egyház az államhatalommal. A reformáció alatt is, ugye Luther Márton felfogása, a felesége felfogása. Szóval végigmegy a kereszténységben, a zsidó Jézus híveiben ez a szörnyű gyűlölet a zsidóság iránt. Ez nem csak magyar probléma, és nem csak a mi magyarországi problémánk, hanem ez tulajdonképpen, én ugye logikával is foglalkozom, és tudományelmélettel, ez majdnem a kereszténységnek egy falzifikációja. Jézus tanítása ugye egy lényeges, ami megegyezik egyébként a Hillel tanításával is így tovább, hogy az Isten szeretet az ember szeretetben nyilatkozik meg, és ez az a próbája. És Jézus maga mondja, hogy a gyümölcseitekről ismeritek meg, hogy helyes ez az út, amit én járok. És mi lett ebből? Szóval itt tulajdonképpen az egész, de ugye miután én úgy fogom fel, hogy a felvilágosodás pedig valamiképpen a keresztény zsidó értékeknek egy szekularizált formája volt, ez egy a humanizmusnak is a krízise, egy szörnyű falzifikációja az egész, ami történt. Érdekes volt ez a felvetés a György. Érdekes volt az a felvetés, ami a felszabadulásról szóló filmet hozta be, amit akkor ilyen hatást váltott ki az emberekben. Tulajdonképpen ez a kettősség, ez szerintem most is érzékelhető a holokauszttal kapcsolatosan, hogy van egy hivatalos beszéd, ami nyilván sokszoros szűrőkön megy át, mint láthatjuk, hogyha egy-egy felelős politikus valamilyen formában kilép ebből a beszédből, az elfogadottságból most utalnék a Hende Csabának arra a beszédére, amelyben ő próbálta a magyar történelem úgymond katasztrófái, illetve tragédiai közé beleilleszteni a holokausztot, és ezt akár lehetett is volna pozitívként felfogni, de mégis ugye sokan ezt nehezményezték az ő részéről, hogy hogy vette be a Mohi csata, a Mohács, meg nem tudom mik közé a holokausztot, ami ugye sokkal nagyobb volt arányszám arányaiban. Tehát van egy ilyen hivatalos beszéd, de szerintem nagyon érdekes megnézni azt, hogy amikor például a Mandineren megjelenik egy cikk, vagy az interneten, akkor ugye rengeteg hozzászólás érkezik, és ugye feltételezésem szerint nyilván elsősorban fiatalok szólnak hozzá az interneten, vagy legalábbis nagy mértékben. És ha ilyen témák vannak, akkor tényleg 250-es, 450-es hozzászólásokat produkálnak az adott cikkek. Tehát úgy veszem észre, hogy borzalmasan érdekli ez az embereket, ez a holokauszt, vagy ez a zsidó kérdés, hogy így mondjam. Csak nem biztos, hogy azok a hozzászólások ugyanannak a mentén mennek, mint mondjuk a idézőjelbe vett hivatalos cikk. Tehát szerintem nagyon érdekes, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy van ilyen fiataloknak hogy gyakori kérdések. Fel lehet tenni a legkülönbözőbb szexuális életről, mindenről szóló kérdés is, és már többször feltették azt a kérdést, hogy mi volt a nagyobb tragédia, a holokauszt, vagy pedig Trianon. Hát mondanom se kell, rengeteg válaszoló volt, szerintem mondom elsősorban a fiatalok köréből, és vajon mi lett a végeredmény, ki mit gondol. Tehát a kérdés ez volt itt teljesen leegyszerűsítve, többször is megkérdezték, mert ugye újra és újra felbőnök a kérdések, hogy a fiatalok, vagy legalábbis az interneten hozzászóló fiatalok szerint melyik volt a nagyobb tragédia? Igen. Mégpedig ugye az volt a hivatkozás, az uralkodó hivatkozás, hogy míg Trianonnal elvesztettük azt a kétharmadot, és az már sohasem jön vissza, és ez egy végleges dolog, a holokauszt, mint egy ilyen népességfogyás, azt a nemzet, vagy azt a népesség kiheveri az ilyen tömegtraumákat. Na most hát ez nyilván egy nagyon érdekes erkölcsi kérdés,
De nem is egyszer fordult elő, mondom, ez a megszavaztatás, hanem ez jött ki. Tehát valahogy nekem az volt a véleményem, én már 3 éve rendszeresen elolvasok minden hozzászólást ebben a témában, hogy nagyon érdekli ez az embereket, nagyon, nagyon, amikor ilyen témák vetődnek fel, borzalmasan sokan hozzászólnak, csak nem biztos, hogy feltétlenül abban a szellemben, amit kívánatosnak gondolnánk, vagy ami a megrendülést fejezné ki. Nem tudom, hogy másnak mi a tapasztalata, vagy más olvassa a hozzászólókat, ami azért érdekes, mert anonimitásba burkolozva, ott azért az ember egész máshogy beszél, mint mondjuk teszem fel itt, vagy nem tudom, nyilvános megszólalásra. Lehetséges, akkor majd beszélgetést követő. Nem tudjuk megjegyezni. És itt tényleg itt a memória határán vagyunk körülbelül, úgyhogy amit még meg tudunk jegyezni, úgyhogy én szerintem ilyen csomagokba próbálunk meg, vagy úgy összefüggéseibe próbáljuk meg a dolgot. Szerintem a kérdésekből már körülbelül kiderült az, hogy hol járunk így a gondolkodásba, vagy körülbelül, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy ez a több rétegű történelem, ez itt ebben a teremben is jelen van például. Vagy az, hogy mondjuk ezek az összehasonlíthatósági kérdések, és ugyanakkor meg az érdeklődés a téma iránt, amiben benne van nyilván az is, hogy a negatívnak van egy olyan vonzereje, ami a traumának, vagy a gonosznak egy ilyen vonzereje, de ez nem értékítélet alapú dolog, hanem egyszerűen az, hogy ezt valahogyan meglátni, vagy megtapasztalni, vagy ilyen belegondolni, ennek van egy, szerintem egy vonzereje. Tehát ez is benne van abban, hogy mondjuk ez iránt érdeklődnek, vagy ez iránt mondjuk fiatalok érdeklődnek. Nyilván az tartotatlan, hogy és itt már megint ott tartunk, hogy valószínűleg a nemzetfogalommal nagyon nagy bajok vannak. Tehát ugye, hogy a Trianonba tehát nem halt meg tulajdonképpen a Trianonba senki, vagy nem tudok róla, hogy nagyon meghaltak volna benne. És olyan veszteségként kezelni, mint egy olyan történet, ahol meg gyakorlatilag a nyugati kultúra zsákutcája és katasztrófája az, amit átélünk a holokauszban. Tehát nekem ilyen szempontból a Kertész Imrének bizonyos sorai, azok szerintem nagyon, nagyon fontosak az európai kultúrtörténetben is, amivel fölemeli egy olyan pontra, ahol tényleg ennek a fajta európai kultúrának ennél mélyebbre nem tud kerülni. Tehát, és itt belejön az egész ugye antijudaizmus kérdés, és a kereszténységnek ez a hosszú, nehéz története, Luthernek az összes mondata, és mindenkinek meg lehet nézni a saját kontextusát, hogy ki miért, hol, mikor, de az alaplendületet, vagy az alapívet, annak ez egy olyan negatív végpontja Auschwitz, ahol a modern állam, a modern társadalom csődöt mond, ahol a kereszténység maga összefüggésébe csődöt mond, de a kereszténységet már előtte le is fegyverezték. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, de a maga a nagyon erős negatívuma, az szerintem, amit éppen azért se tudjuk beilleszteni a történelembe, és szerintem ilyen szempontból talán azt lehetne, vagy az egy megoldás, hogy egy más szinten kezelni, mint a történelem, vagy mint a történelem egy eseménye. Ha még van ilyen, hogy valami alapvető történetek, amik meghatározzák az erkölcsi gondolkodásunkat, mint ami a mitosz volt mondjuk régen, akkor arra a szintre kéne beemelni. Tehát, hogy nem egy történelmi szintre, hanem a jólod és a rosszról szóló legalapvetőbb történet szintjére, ott szerintem ott lehet vele valamit kezdeni. Ott antropológiailag rengeteg mindent megtudhat az ember magáról. Péter? Nem fogsz mondani, még az egyházról az... Én nem válaszoltok. Hogy az egyház, igen, hogy az egyház hogyan... Milyen gyűjtve lehet-e válaszolni? Igen, hát ugye az egyház... Nyilván társadalom része, tehát ugyanolyan emberek vannak benne, amilyenek bárhol máshol is, tehát ugyanazokat a könyveket olvassák, ugyanazokat az újságokat olvassák, ugyanazokat a történeteket hallják, tehát nem lehet azt mondani, hogy erkölcsileg egy egészen más szinten lenne. Ez, és ugye azt látjuk ott is, akár amit Ádám is említett, a lelkészek szintjén is, vagy a hívek szintjén is, hogy ugyanaz van jelen, mint bárhol máshol, és ugyanazokat a dolgokat kell megvívni, annyival, hogy van egy világos, megint csak etikai, teológiai mag, amihez kell magát mérnie minden keresztjénnek, és ez ott van, tehát ezt nem lehet kivonni, de erre nem csak emberileg kell számot adni, hanem egy hívő embernek az Isten előtt is ezért számot kell adni, ami egy meredek dolog, meredeken.
megpróbálok tényleg nem visszélni a türelmüket, és nagyon röviden, de ugyanakkor besültem válaszolni. Júlia, ahogy te mondasz, arra olyan egyszerű és rövid válaszom van, hogy a Freud Múzeum, amelyik egy ilyen Bécs Mozart kuglia lett mára, tehát arra használja Bécs, mint Salzburg a Mozartot, hogy a bűntudatát ott kezeltessen. Pár éve rendeztek egy Freud eltűnt szomszédai nevű kiállítást, az nagyon kemény menet volt. Elmentek a Bergasse 9, elmentek a lakónyilvántartókönyvebb, és egyszerűen kiállították azt, hogy kit hova vittek, mert összes lakót elvitték. Senki nem értett. És az a mostani lakókat tökéletesen kihozta a sodrából, mert hogy nem tudta fölmenni a második emeletre, mert mindenki azt kérdezte, hogy maga ki helyett lakik ott? És hát ez nem egy egyszerű dolog. Tehát csak arra mondom, hogy ez az egész dolog, hogy a csillagos házban megkérdezni embereket, ez egy bonyolult dolog. Ez nagyon bonyolult dolog, és bemenni oda, és azt mondani, hogy ön egy csillagos házban lakik, nem tudom. Amikor a Jedvabnében tudják, hogy a lengyelek megölték a zsidókat a németek előtt, és akkor nem tudom hány évszer után a lengyel állam összeszedte magát, és ott tartottak egy ilyen megemlékezést, és hogy hívták azt a komcsi, szoci közösség elnököt, aki nem a Komorowski volt, hanem a Kwasniewski volt, igen. És akkor a Kwasniewski odament, és megpróbált mindent elmondani, és akkor ott állt az amerikai média, és odament a magukkora bejegyzőt, hogy öngyilkosok leszármazottja, milyen érzés gyilkosok unokájának lenni. Ezzel estére elérték, hogy aki odái Jedvabnéban szerette a zsidókat, az a pokolba kívánt az egész országot. És az örüljön is állapotába jutott, és tényleg tényleg csodálatos volt látni. Én nyilván voltam, hogy a Jedvabné bevonult az amerikai sajtóban, tönkretett mindent, és utána hazamentek. Tehát igazán remekül viselkedtek. Tehát ez egy bonyolult dolog. De azt mondom, hogy a megszégyenítésnél én csak jobb pedagógiát ismerek, mert az a legrosszabb. Szorongok ettől a dologtól, és ezenkül hallom a diákjaimtól, hogy kidobják őket. Hogy mi közük van ahhoz, hogy hát tényleg gondold el, ez nem egyszerű dolog. Tehát ez egy kockázatos. Az, hogy a hány magyar történelem van, hát amit ez ugyanaz, mint a Trianon. Nem. A kérdés az, hogy, és az nem egy történelmi kérdés, hanem egy politikai kérdés. A németeknek azért van egységes történelmük, mert van ebben egy, vagy a franciáknak, mert van egy politikai minimum, vagy az amerikaiaknak. Van egy politikai minimum, amiben megállnak, ahol nincs vita, ahol abba hagyják. A visi kérdésében, de van egy pont, ahol leállnak. Hogy ez mitől termelődik ki, tehát az alkotmány tisztelete Amerikában. Franciaországban egy sokkal bonyolultabb dolog, tulajdonképpen valamilyen értelemben véve a mégiscsak az önismeret iránti vadvágy. Tehát az mégiscsak a francia felvilágosodás, le kell nyelni, de mégiscsak tudjuk, hogy kik vagyunk. A németeknél meg hát ott van egy Grundgesetz, ott nincs duma. Tehát az, hogy Németország micsoda, azt a német alkotmány megmondja. Egészen párjátitkító módon mondja meg. Nem akarok bevenni, az nem egy jogi, a magyar alkotmány, ez a nonsens, amiben élünk, az egyébként onnan veszi az eredetét, hogy a német alkotmány az nem egy jogelvi állapotot, hanem egy történeti identitást rögzít, ami teljesen elképesztő egyébként. És hát tudják, hogy nagyon tehát gyakorlatilag nem lehet hozzányúlni. Tehát az a lényege, hogy a német alkotmányhoz, hogyha abban ennyit akarsz változtatni, akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy 3 éven keresztül beláthatatlan jogi processusok, egyszerre kell az összes tartományi parlament minden házának, nem tudom, hogy gyakorlatilag lehetetlen. Na. Szóval úgy van fölépítő, hogy nem tudsz hozzányúlni. És ez azt jelenti, hogy van egy standard állapot. A magyar társadalomnak nincs ilyenje, és ezért nem lehet ráírni, ezt nem lehet rávarni senkire. A 42-es alkotmányból szentséget csinálni, az a gyagyasság lett volna, ez az alkotmány, tényleg ez mondjuk nem nehezen komolyan vehető, és nem nagyon van a magyar történelemben 48-tól fogva, tehát 48-ig van konszenzus a magyar történelemben, nem nagyon találunk olyan embert, aki Jelassisnak a híve lenne.
Tehát nem nagyon látunk embert, aki azt mondja, hogy azért mégiscsak volt valami igazuk ezeknek a románoknak 48-ban. Tehát tulajdonképpen 67-től elkezdve gyakorlatilag a 20. században nincs konszenzus a magyar történelemben. Amire nem az a válasz, hogy legyen, mert ilyen történelmírás nincs, hanem az a válasz, hogy az alkotmánynak kéne konszenzuálisnak lennie. Oké? Okay? Tehát a politikai elitnek kellene teremteni egy olyan frameworket, ahol tudhatod, hogy mi történik. Jelzem, Magyarország szerintem ebből a szempontból nem áll olyan nagyon szarul, mert látható vicces módon ennek a kormánynak a legnagyobb problémát a jogászok okozzák, ironikus módon, akik mégiscsak keresztbe állnak folyamatosan, hogy ez egy hülyeség. Tehát sokkal több méltóság és türelem van bennük. Azt mondom magam, hogy ne olvasson kommenteket. Az egy nagyon veszélyes probléma, megmondom miért, mert a reprezentativitásuk iránt nagyon szomorú kételjeim vannak. Tulajdonképpen a kommentről beszélni az olyan, mint hogy egy kocsmában hajnali 2 és 3 között szétcseszett agyú embereket komolyan venne. Azek trollok, akik azt akarják, hogy maga tönkre menjen. Érti? Tehát ez kb. Általában ráadásul egy ember 4-8-9 néven jelentkezik be, és szórakoztatja saját magát. Tehát én ebből semmilyen kezdést nem vonok le. Azt mondom, hogy egy pár évvel ezelőtt egyszer azt mondtam egy diákomnak, még csak egy média tanszéket vezettem azokban az években, hogy valami volt a kommentem, és rám nézett, és ilyen nagyon-nagyon kedves diákom, és ilyen nagyon türelmesen, mint egy ilyen nagyon aggódó orvos, egy nagyon-nagyon, azt mondta, hogy nagyon kérlek, hogy soha többet ilyen amatőrségről ne tégy tanúbizonyságot. Kommentet épelmi médiakutató nem olvas, Péter. Azt mondta, azonnal felejtsd el. Pardon, mondtam, és én nagyon okos, kiváló diákom. Mit tudom én, remek PhD-t itt, Harvard, kérlek el, mert ezzel nem olvasok. Ilyen jobban vagyok azóta. A Mandiner, az egy nagyon fontos dolog, a Mandineren azt kell értenie, hogy a Mandiner, tehát csak azt gondolom, hogy ez kivételesen értek véletlenül. A Mandinernek a politikai gazdaság úgy van összerakva, hogy ők a trollokból élnek. Mert azt tartja fönt a nézettségi indexüket, és ők egyébként korrekten nem akarnak állami reklámot kapni, egyébként a politikailag megkaphatnának. Tehát, hogy nekik értjük, hogy nekik föl kell a nézettségi indexet tornászni, azt meg a trollok tornázzák föl nekik. És ezért aztán, hogy mondjam, rettenetesen felültem alakoknak, lehet őket nevezni az egyik oldalon, vagy ebből élnek a másik oldalon. Én jobb vagyok elég szoktam gondolni, hogy inkább a pornóiparból élnének, az még mindig kevésbé zavarba ejtő, mint a trolliparból élni. De hát ez nem tudják visszacsinálni. Tűnik, hogy a mass media ilyenkor azt csinálja, hogy a kommenteket áttolta a Facebookra, ahol ugye névvel kell, tehát a New York Times-ban nincs komment, mert a Facebookon kellett a dolgot elintézni, ahol viszont névvel kell intézni, tehát ez véget ér. Azt kell magának mondanom, hogy ez egy ilyen gyerekbetegsége a magyar médiarendszernek, és könyörgöm, ne higgy el, hogy bármilyen módon reprezentatív. Tehát ez nem 4000 olvasót jelent, meg fiatal, de hogy én szerintem egyáltalán nem fiatalok. Csendesen mondanám, fiatalok azok a Facebooktól a Twitter felé, vagy akár vagy a Tömböl felé élnek, és egyáltalán nem tudják, hogy van a Mandiner. Leginkább röhögnek az egészen. Tehát ne könyörgöm, ne áldozz erre a drága életének az idejét, Thomas Mann-tól elkezdve bármi jobb döntés, mint rollokat olvasni. Tényleg nem ironizáltam. És a Mandiner nagyon jó cikkek vannak, de ezt ne terhelje magát ezzel, könyörgöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést György Péternek és Szabó B. Andrásnak, és köszönöm, hogy itt voltak. Még egy-két hirdetni valót mondanék gyorsan a végére. Illetve még beszúrnám, Júlia, hogy ezek a botlatókövek tudtommal nem álltak le, sokkal jobban lelassultak, illetve más fizetési konstrukcióban, de még nem olyan rég is volt itt a művész és helyezettel, bár az is hozzátartozik, hogy Magyarországon volt először, hogy megrongáltak egy ilyen emlékművet, ami, tehát így teljes a kép. Március 30-án Szentendrén lesz a Művészet Malomban egy alkalmunk, ekkor hasonló témával fogunk foglalkozni a helyi zsidó hitközség elnökével, illetve az ottani evangélikus lelkésszel fogjuk hasonlóan ezt a kérdést, illetve Basis Beatrix művészettörténésszel és Romsics Ignác történésszel átbeszélni, illetve az Ámos Imre tiszteletére írt kéziratokat átadjuk az Ámos Imre Múzeum részére.
Április 10-én a Ludwig Múzeumban Nagy Tamás építésszel, Súlyok Miklós művészettörténésszel, illetve Háfenser Károly evangélikus lelkésszel a kortárs művészet és szakralitás kérdéséről fogunk beszélgetni, míg itt a... Míg itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban a következő alkalmunk április 24-én lesz, amikor az egyházi ügynök kérdés lesz megvitatva. Ez sem egyszerű kérdés. Az Evangélikus Egyház most adott ki egy kötetet a Háló címmel, ami ennek a második fejezete, és erről fog szólni a beszélgetés. Ezen kívül kérem, hogy kövessék a Petőfi Irodalmi Múzeum további rendezvényeit, kiállításait, színvonalas előadásait is. Köszönjük szépen, hogy jelen voltak, és hogy követtek minket az interneten is. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok! Ott mit?